Sziasztok! Ma különösen oda kell figyelnem arra, hogy mit mondok ebben a videóban, mert a nyelv bűneiről lesz szó, amiről Jakab ír, és ezt szeretném nektek először felolvasni. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk, mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az atyát, az urat, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja el az édes és a keserű vizet, vagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. És még egy verset szeretnék kiemelni az előzőekből, amikor ugye azt mondja Jakab, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Az ige nagyon sokat beszél a szavakról, a szavainkról, a példabeszédek könyve, de az egész Bibliában nagyon fontos az, hogy a szavainkat megválogassuk, hogy a szavaink jó forrásból jöjjenek elő. És ahogy Jakab azt mondja, hogy a forrástól függ az, hogy édes vizet vagy keserű vizet ad. Ugyanígy a mi életünkben is a szavaink csak a jéghegynek a csúcsa. A szavaink a szívünknek a teljességéből jönnek elő. Azt mondja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. És az ember, a gonosz ember a gonosz szívéből nem hozhat elő jót. És fordítva, a jó ember a jó szívének a kincséből fog elő jót, fog hozni elő jót. És ezért fontos az, hogy amikor mielőtt a szavaiddal kezdesz foglalkozni, először a szíveddel kell foglalkoznod. Azzal, hogy milyen szándékok, indulatok és lelkület van a szívedben, mert ezen múlik az, hogy milyen szavakat fogsz kimondani. És bár néha látjuk azt is, biztos ti is észrevettétek, hogy a szavak ugyan jól hangzanak néha, de kiérezzük belőle a szándékot, amilyen szándékkal azt mondták. És még az írott szavakon is, a Facebookon itt akár, és a fórumokon, az írott szavakon is átsüt a szavainknak a szándéka, ami meghatározza a mondani valónkat. És mennyire sokat számítanak a szavaink a gyerekeink életében, a környezetünk életében. Mennyire
előre vagy hátra tolják őket az életben. Biztos emlékszel olyan szavaknak a hatására, ami elkezdődött benned, mondjuk gyerekkorodban, a szüleid szava hatására, vagy a környezeted visszajelzései voltak negatívak rólad, vagy éppen pozitívak. Ezek a szavak néha egy életen keresztül meghatároznak bennünket. Lehet, hogy egy tanárod dicsérő szava, vagy éppen a társaidnak a csúfolása. Milyen szavak hatása alól próbálsz te kitörni a mai napig az életedben? És te milyen szavakat adtál, mondtál a gyerekeidnek, vagy a környezetednek, amiből ők próbálnak bizony kitörni? A szavaink elindítanak egy lavinát. Nem csak szavak maradnak, amik megállnak a levegőben, hanem elindítanak lavinát a másik életében. És ezeknek a hatásait érezzük. És azt gondolom egyébként, hogy van ezek alól szabadulás, méghozzá azok a szavak, amiket Isten mond rólunk az igében. Az ő szavai kell, hogy meghatározzanak bennünket, és ő az, aki a szeretetével, a szavaival, amit rólunk mond, felszabadíthat bennünket az alól, a rossz identitás alól akár, amit mások szavai okoztak. És mennyire fontos, hogy tudd azt, hogy Isten által szeretve vagy, meg vagy becsülve, értékesnek tart az Isten, újjongva örül neked az Isten. Ő az, aki a világ világosságává akar bennünket tenni, sóvá, amely ezt a földet megtartja, és ízt ad neki. És ő az, aki odaadta a fiát, érted? És az identitásunkból, az, hogy mit gondolunk magunkról, nagyon sok múlik, mert ez a szavainkon is át fog jönni. Lehet, hogy keserűség van benned, ez a szavaidon is meg fog látszani. Lehet, hogy a múlton rágódsz folyton, és nem tudtad a múltadat elrendezni, és letenni Isten kezébe, nem tudtál tovább lépni. Ez minden szavadon meg fog látszani. Lehet, hogy megkeseríted vele a környezetednek az életét. És a szavaid, a lelked, az identitásod például, az, hogy kisebb rendőrségben szenvedsz, és azt gondolod, hogy a szavaidnak a hangsúlyával és a tiszteletet követelő hangnemmel próbálod ezt a kisebb rendőrséget pótolni, vagy éppen eltakarni. Az identitásod meghatározza a lelkületedet, a szándékaidat, ezért különösen kell figyelni ezekre a forrásokra, amiből előjönnek a szavaid. És talán még annyit írtam fel, amit fontosnak tartok elmondani nektek, hogy azt mondja Jakab, hogy legyen minden ember gyors a hallása. Igen, sokszor, ha nem figyelünk oda, nem hallunk meg olyan dolgokat, amik fontosak. Például a gyerekeim, amikor hazajönnek az iskolából, lehet, hogy csak egy idő után fogja elmondani azt, ami történt valójában, ami fontos neki az iskolában. És ha nem hallgatok oda rá, nem figyelek rá, akkor ezt sose fogom meghallani. Hányszor vagyok így a gyerekeimmel? És arra is kell figyelni, hogy ki az, akire oda hallgatok. Ha egész nap a médiából fakadó zajokra hallgatok, és arra a félelemkeltésre és rossz hírekre, amik a médiából folynak, akkor a szívemben sem lesz egyéb. Ezért fontos, hogy megválogassd a forrását annak, akikre hallgatsz,
amit hallgatsz. És ezért fontos, hogy olyan dolgokat hallgass, amik pozitívak, olyat, amik építik a lelkedet. És figyeld meg azt is, hogy a szavak, amiket használunk, meghatározzák azt, ahogyan gondolkodunk a dolgokról. Például az abortusszal kapcsolatban most sok minden van itt Írországban, és figyeld meg azt, hogy amikor egy kisbabára, akit el akarnak vetetni, azt használják, azt a szót, hogy egy sejtcsomó, sok sejt összessége, vagy éppen úgy használják, azt a fogalmat használják rá, hogy a te döntésed, akkor sokkal könnyebb arra gondolni, hogy ezt a sejt csomót meg is ölhetem. De amikor azt a szót használod erre, hogy kisbaba, és baba, és gyerek, akkor egyből nehezebbé válik kimondani azt róla, hogy meg is ölhetem, és azt, hogy az én döntésem. És a szavaink visszahatnak arra, amit arról a dologról gondolsz, ahogy azt a dolgot komolyan veszed, vagy éppen a szándékodat, amit akarsz vele cselekedni. Nagyon fontosak a szavaink. Milyen szavakat használsz az egyes dolgokra. És figyeld meg, hogyha elkezdesz a szavaiddal jól bánni, akkor viszont, ahogy bánsz a szavakkal, visszahat arra, amit a szívedben érzel. Például mondok egy példát rá. Hogyha a gyerekeidre azt mondod, vagy úgy szólítod meg őket, hogy drága, vagy kincsem, vagy manócska, akkor nem tudsz a szívedben haragot érezni feléjük. Vagy amikor kimondod azt, hogy drága, akkor a szívedben feléled az, hogy erről a gyerekről hogy kell gondolkodnom, vagy erről az emberről hogy kell gondolkodnom, és feléleszted a szavaiddal a szívedben lévő szeretetet feléjük. Hát, mára ennyit tudtam belesűríteni ebbe a videóba, de szerintem holnap még folytatom Jakab leveléről ezt a témát, Jakab leveléből, mert ugye Jakab nagyon komolyan veszi a nyelvnek a bűneit, és azt mondja, hogy az egész testünket lángba tudja borítani, és a gyehenna tűzére tud bennünket vinni. Úgyhogy szeretném én is komolyan venni, holnap folytatom. Isten áldjon titeket. Sziasztok!